A Sümegváros napja ünnepélyes alkalmán adták át az önkormányzat által alapított kitüntetéseket. Ramazetter Vince díjat adományoztak ifjú Tóth Tamás vállalkozónak a munkahelyteremtésben és a város gazdasági életében betöltött szerepéért. Ifjú Tóth Tamás a mezőgazdaság területén példaértékű vállalkozást vezet, mely közel 40 embernek biztosít megélhetést. A birtokában lévő János Major az egykori uradalmi gazdaság sokadik virágzását éli. Ifjú Tóth Tamás aranykoszorús gazda, aki a térség közéleti, kulturális életében is szerepet játszik. Először is köszönetet szeretném kifejezni a város lehetőségnek, hogy elismerték a munkánkat, amit ebbe a 24 éve, mint vállalkozóként itt le tudtunk tenni. Hát a díjat tulajdonképpen igaz, hogy én kaptam, de a vállalkozásomat, illetve munkatársaimat jutalmazza. Tulajdonképpen azt a munkát, őnekik a munkáját díjazza, és én azért lehetek itt, mert az alkalmazottaim tulajdonképpen, akikkel együtt dolgozunk jó pár éve már, ezt lehetővé tették. Sümeg közoktatásáért kitüntetésben részesült Pintérné Németh Bernadett, aki 2007 óta dolgozik a helyi általános iskolában. Olvasópályázatokra, rajzversenyekre készíti fel diákjait, műsorokat készít, melyek a városi programokat színesítik. Ő vezeti a Szivárvány tánccsoportot, mely fesztiváldíjakat kapott, és minden fellépéssel öregbítik a város jó hírnevét. Rátermettsége, sokoldalúsága, elhivatottsága okán érdemelte ki a kitüntetést. Nagyon-nagyon jól esett, hogy kaptam. Hát igazából örülök neki. Nagyon örülök neki. És mennyiben változtatja meg a munkáját az elkövetkezendő időben? Nem hinném, hogy a díj megváltoztatná. Ugyanúgy fogok dolgozni, és ugyanúgy fogok csinálni mindent teljes szívből, teljes odaadással, mint eddig. Sümeg szociális munkáért kitüntetésben részesült Nagy Lajosné. Több évtizedes munkássága elismeréseként lett idén ő a szakterületen a díjazott. Hosszú ideje a Napfény Szociális Otthon dolgozója volt, nagy szakmai hozzáértéssel és felelősséggel végezte munkáját. Mentálisan is a rászorulók mellett állt. Sokat tett a város gondozásra szoruló betegeiért. Sümeg sportjáért kitüntetést vehetett át Sümegváros napja alkalmából Hegedűs Ibolya pedagógus, aki a testneveléshez kapcsolódó nagy rendezvények elkötelezett koordinátora. Úszásoktatóként, pályázatírásban és a mindennapos testnevelés gyakorlatában szerzett elévülhetetlen érdemeket. Tevékenysége során nem csak tanít, hanem közösséget is formál. Hangzott el a méltatásban. Hát nekem az eddigi munkámnak az elismerését jelenti, úgy, ahogy az imént említette. Nagyon nagy szó ez ilyen fiatalként egy ilyen díjat elnyerni, és a város bizalmát, illetve a kollégák és mindenki bizalmát elnyerni. Hát meglepődtem, és nagyon örülök neki. Sümegváros közbiztonságáért kitüntetéssel díjazták Marton Zsolt rendőrszázadost, aki a sümegi rendőrőrsön teljesít szolgálatot. Munkáját magas színvonalon, szorgalommal, kitartással végzi. Empatikus vezető, példaként állítható kollégái elé. A város közbiztonságáért végzett, több évtizedes munkájáért kapott díjat Horváth Ferenc, aki alapító tagja az önkormányzati polgárőrségnek, nagy részben hozzájárult a város közbiztonságának javításához. Tevékenységét felelősség teljesen látja el az itt élők és a városba látogatók biztonságáért. Hát az életem egyik része, és szeretem csinálni. A város napján átadó díjakkal elismerik a településért végzett munkát, és példaként állítják a kitüntetetteket a közösség elé.